Kintről jöttünk a cigány sorról. Arra emlékszem, hogy mire felértünk iskolába, mindig sárosak lettünk, mert olyan rosszak voltak az utak. Ezért is éreztük magunkat, én legalábbis mindig feszélyezve, hogy jó, most sáros a cipőm, sáros lett a nadrágom, hát hogy fogok én kinézni, mire iskolába érek. Édesapám a vízműnél dolgozott, édesanyám háztartásbeliként, négyen vagyunk testvérek. Volt rá eset, hogy a bátyám ruhája, ami már ő kinőtte, akkor hát Zsolti abba jött iskolába. Édesanyám mindig tisztán küldött minket iskolába, mikor mi megfürödtünk, ilyen teknőbe, fürdőszobánk sem volt, akkor ő abba a vízbe mindig kimosta a ruháinkat, és a sparhet fölött szárítgatta, hogy reggel el tudjunk jönni iskolába. Édesanyámnak fontos volt, hogy mi iskolázottak legyünk, tehát ő egy írástudatlan asszony volt. Amikor én elvégeztem az általános iskolát, Prügyön volt egy köműves, aki már sajnos meghalt, de ő vele nagyon jó volt a kapcsolatom, ő felvett engem, és én sokáig nála is maradtam dolgozni, mint köműves, sírköves. Van egy kis alap, amit édesapámtól tanulhattam, és későbbiekben pedig Imre mester úrtól el tudtam sajátítani. Tehát igen, mindig jó példa van még előttem, jelenleg is hiába már az édesapám 70 éves, de azért ő mindig azzal foglalkozott, hogy a munka legyen az elsődleges. Szezon munka, köműves munka, tehát amikor jön az ősz, akkor egy más munkát kellett váltani, ezért megpróbáltam én is, és elmentem Budapestre, és akkor ez így ment 18 évig, hogy a nyári időszakban, a szezon munkában, akkor itt dolgoztam, mint köműves, meg sírköves, télen pedig mentünk Pestre vállalkozóval, és akkor ilyen gyárakba dolgoztunk. Bekerültem egy ilyen éjszakai világba, ahol sok olyan dolgokat csináltunk, amire egyébként nem vagyok büszke. Amikor azt mondják, hogy BMW, meg aranylánc, meg stb., akkor igen, az megvan egy darabig, de aztán, ha te viszed el a balhét, akkor ülhetsz a börtönbe, akár egy rappollóba is, és hirtelen semmit nincs. Tehát könnyen el lehet csúszni. Hazajöttem Prügyre, és akkor itt gondoltam azt, hogy megváltoztatom az életem. Aztán még egyszer beleestem ilyen hálóba, hogy ugye az ember, amikor elindul, egy kicsit jobb az élete, jobban kerestem, vállalkozóval dolgoztam, aztán én is még többet dolgoztam, akkor én is azt gondoltam, hogy ez a világ közepe, új ház, kocsi. Aztán később megjött egy betegségem, ami által ismételten újra kellett gondolni az életemet, mert hogy azt a munkát nem végezhettem, tehát akkor ide az iskolába bekerültem, mint portás. Igazán akkor ölelt át a jó Isten, hogy nem jó úton jártál. Az akkori igazgató helyettes asszony azt mondta, hogy menni kell gimnáziumba. Hát mondom, én aztán vissza az iskolapadba nem hiszem, hogy beülök. De aztán gondolkodtam, hogy ha itt szeretnék maradni az iskolába, ha ez az első alapja annak, hogy én tovább tanulhassak, akkor el kell, hogy menjek gimnáziumba. Na hát az sem volt piskóta. Szakmunkásba jártam, és ide kerültem 30 hány évesen, azért sok-sok minden kimaradt. Elfelejtettem, hogy hogyan kell tanulni, meg sokkal magasabbak is lettek a követelmények.
Hát így a munkából hazatérve, akkor fogtam a kis könyvecskéimet, meg az angolt. Nehéz volt 3 évig, aztán azt úgy elvégeztem. Addig, amíg nekem nem volt végzettségem, és az önkormányzathoz tartoztunk, én közmunkabérből éltem. 42 ezer forintból tartottam el a 2 lányomat, és jártam akkor Tokajba, még az iskolába. És akkor jött az, hogyha te elindulnál Miskolcra, Zsoltikám, akkor felvenne a tankerület, mint asszisztens, és egy kicsit jobb lenne a fizetésed. De hát ugye a félelem, amikor alig fejeztem be ezt a gimnáziumot, és mondom, megint tanuljak, hát én nem is tudom, de megpróbáltam. De akkor nem sima általános pedagógia asszisztens, hanem gyógyban, még nehogy könnyebb legyen a dolgom. És akkor az 1,5 éves volt, tandíjas volt, arra emlékszem, hogy az nagyon nehéz volt. Az élettársam egy kicsit úgy az alkohol felé fordult, tehát nagyon megromlott a kapcsolatunk. Nem akartam, hogy a lányaim ebbe nevelkedjenek fel, tehát a döntés, hogy ez nem mehet így tovább. Ha nehezebben is, de megpróbáljuk úgy külön. Elhagytam egy olyan konyhát, ahol amerikai konyha meg minden megvolt, mert ugye arra törekedtem, hogy mindenem meglegyen. És akkor hirtelen bekerültünk a lányommal egy parasztházba, ahol szalmágy volt, meg régi tükör, meg mit tudom én, meg ajzatbeton, kátránypapír volt az alján. Nehéz volt, de boldognak éreztem magam, hogy kaptam a jó Istentől egy új lehetőséget, egy új életet. Autoimmun betegség volt, és mindig fennáll, de most hála a jó Istennek tünetmentes vagyok. Rendszeresen visszakerültem a kórházba, és úgy nem biztattak jó dolgokkal. Akkor azt éreztem, hogy itt a vége. És úgy nem volt elrendezve az életem, ugye akkor voltak a lányaim kicsik. Akkor éreztem a változást azzal a döntésemmel, hogy most összeszedem magam, és egy teljes más irányban fogok elindulni. Ha meggyógyulok, akkor elindulok erre az iskolá, elindulok Egerbe, és megpróbálom a hittudományi főiskolát. Úgy, ahogy vagyok, Uram, jövök elé. Megfogadtam, hogy hirdetni fogom a Jézus evangéliumát, hogy Istent akarom szolgálni úgy, hogy hitoktatás által a gyerekeknek megismertetem a Jézust, az Istent, a Szent Családot, a Szenteket, és hogy a gyerekeket elvezetem Jézus elé. Istennek így köszönöm meg azt, hogy kaptam egy új lehetőséget az életben, és egy más emberként. Volt a régi Zsolt, és van az új, aki arra teszem fel a jövőmet, hogy minél több gyerekben elmélyítsem a hitet, velük együtt, magamban is. Életem legnagyobb vállalása volt, tehát én szerintem akkor nem voltam tisztában, hogy mit merek bevállalni. Tehát minden új volt számomra, az alapok. Tehát amikor hallottam ott is, ahogy beszéltek a szentekről, hát egyet nem ismertem. Néha szégyeltem magam, Úristen, mondom, Zsolti cigány emberként egy ilyen buta, hogy mertem én ide eljönni. De mellette meg ott volt az a fogadalomtételem, hogy hát én megfogadtam a jó Istennek, és ha most
felvettek, akkor az Isten majd csak adja hozzá a tudást, meg a bölcsességet, meg a tanulásnak a megtanulását. Nekem háromszor annyit kellett tanulni, de mégis mindig arra a napra gondoltam, amikor a kórházban voltam, hogy nem baj, tanulni fogok, mert én ezt fogadtam meg az Istennek, hogy én hitoktató akarok lenni bármilyen áron is. És így tanítani szeretnék. A lányaim voltak a támaszom, a két kiskorú lányom. De olyan erőt tudtak nekem adni, és hittek bennem. Talán az is tolt előre, hogy akkor mondta a kisebbik, apa, majd akkor hozzál, akkor csináljál ötöst, hogy örüljünk meg. Mindig kérdezik, hogy jár még apád iskolába? És akkor együtt tanultunk. Tehát ez is öröm volt, hogy szégyeltem volna egyébként, ha megbukok, és akkor a lányaim előtt, akiknek én azt mondtam, hogy tanulsz, mert tanulni kell, és akkor így jött. És akkor ők is elvégezték a sulit, mint két lányom. Most tudom magam elfogadni. Most érzem azt, hogy érdemes élni, mert van feladatom. Mert más feladatom van, és értékesnek érzem magam. És az érték talán, nem talán, hanem úgy érzem, amikor a gyerekek itt körbevesznek az iskolában, vagy éppen a 14 évesek, amikor tanácsért jönnek hozzám, hogy mernek hozzám jönni, és úgy ismertek meg, hogy hát Zsolti bácsi úgyis majd megmondja a jót, hogy lenne ez jó. Ismerem minden gyereknek a szociális helyzetét, hátrányát. És meg a másik a szeretet. Tehát az, ahogy nekem is fontos lett volna abban az időben, hogy egy pedagógus úgy szólítson meg, ahogy elvártam volna, vagy ahogy szerettem volna. És én olyan tanár szeretnék lenni, amilyet én szerettem volna abban az időben. Hogy meghallgat, vagy oda mehetek hozzá, vagy megállhatok mellette. Szerintem, amikor az ember mint ahogy a kisgyereknél, egy lépcsőfokon fel tud menni, akkor örül, mert meg van ereje, bátrabb. Tehát bennem is biztos ezek a kis apró dolgok adták a bátorságot, hogy na, akkor gyerünk, mert van esély.